Ézsiás Antallal a kerti munkákról beszélgettünk, s arról, mennyire hiányzik az eső, így folyamatosan locsolni kell a veteményt. Köszöntöm nézőnket, Ézsiás Antallal a kertjében arról beszélgettünk, hogy így gyorsan megsúgta, hogy legalább 20 fajta gyümölcsfája van. Jól számolta így meg hirtelen? Lehet, hogy több, de annyi biztos. Hát a 100 közül biztos van 20 faj. Ebben, hát de nem is biztos, hogy hát fajtánként, mert különösen több is. Igen, hát ez egy egészen vegyes kert, ami azt jelenti, hogy itt semmi nem rendezett sorban van, tehát itt nem úgy van, hogy érési idő, vagy kezelési módszer. Abban a hely volt, ahol ültettem, ami megmaradt, az megmaradt, amit nem, az újra ültettem. Olyan volt, ami Szántó Kovács János, hogy öregségére diótvát ültetett, bár ő már termésre nem számított. Itt is van előttem egy kis diófa, amelyiken már tavaly volt termés, és még az idén, ha megérem, akkor már most többet találok rajta. Tehát ez benne van egy ilyen mária, hogy ilyen helyen ugye nem sok üreset szabad hagyni, mert most is nyírtam a füvet, tehát itt most úgyis elmegy a fűnyíró, ha van fa, akkor is, ha nem. Meg hogy ilyenkor már azért kellemes itt lenni. Mit kell tudni, a tavasz mennyire viselte meg a fákat, mennyire kellett most permetezni az utóbbi időszakban? Hát a tavasz megviselte a gazdát főleg, mert a tavasz ez nem volt tavasz, csak papíron. Tehát minden, ami létezik, ami rossz, az minden előfordult. Hát ez a fagykár, amit ért, az az örnyű. Tehát a koraiak, csonthíjasok, a szilvával befejezőleg, mert ugye a barackok kezdték, a mandula, a barack, őszi barack is, azok lényegében csak megmutatják a termést, egyáltalán megmutatják. Hát akkor a barackfa van itt mellettünk, ez olyan 3 mázának kéne lenni, és még talán összesen nem volt egy óta, meg van egy mázafa, barackon pedig már 14 éves fák. Hát ezek sajnos olyanok, hogy bele virágoznak abban az időszakban, amikor nálunk a kritikus tavaszi hidegek vannak, és az évek óta így megy. Tehát ez nagyon sokat kell élni ahhoz, hogy egy normális termés mezember megérjen benne. Hát aztán vannak ott, ami megmutatja a cseresznye, a későbbi fajták azok aránylag szépen termékenyültek, meg is maradtak. Sőt, amelyiken soknak tűnt a gyümölcs, az egy olyan védekezési módot vezetett be, ami egyébként jellemző gyümölcsre. A természetes hullással leszólt a termésnek a felét. Tehát most már nem fog a fa megszakadni, vagy nagyon lehajolni, mert megoldotta. Feltételezem, hogy az egy normál természetes dolog, mert így védekezik azzal, hogy ne legyen szakaszos a termés. Hát a medgy az annyi lesz, hogy éppen megmutatja magát, de lényegében, ha ember most egy valami medgyes valamit akar készíteni, akkor lehet, hogy el kell menni majd a valamelyik bevásárlóközpontba. És a málnával mi újság? Hát a málnám, az a híres málnás, az már ugye most lényegében nincsen, mert a részben kiöregedett, aztán sok szárazság miatt ki is pusztult, és megunja a helyét. Tehát a málnát nem lehet úgy, hogy kidobom, aztán ültetem a másikat, mert van egy olyan gombabetegség, nem is egy többféle faj, gyökér, kártevő, ami nem engedi a málnát. Éljen, tehát egyszerűen nem marad meg. Hát most újul, megtelepítettem málnát most is azért, hogy legyen miről beszélni valamikor. Hát a málnára van esély most. Tehát kicsiben a családnak most talán már lesz elegendő. És egyébként mennyi eső hiányzik most innen a kertből? Sok. Hát én a csapadékot írom, most nem vettem össze, mert egyik kertész barátom kérdezte, hogy mennyi volt, hát hogy ő nem méri, de én mérem, de nem vettem össze. Olyan 60 mm fölött lehetett az eddigi, ami most a tavasszal úgy érkezett. Ami azt jelenti egyéb íradások alapján, hogy a megyei átlag alatt van valamivel, de járságinak szinte csak a fele. Na most ott gondot okozott helyenként egy nagy mennyiségű csapadék, de itt ugye eloszlása sincs, meg mennyisége sincs. Itt az a gond, hogy hát 30-40 mm most rögtön hiányzik. Elnyerni a talaj, tehát lényegében készen van arra, hogy befogadja. Hát igen, mélyen gyökerező növényfajok, hogy a fák elsősorban azok, hogy még nem szenvedi az a szájt, mert a gyökérzet talál vizet. Hát ez a téli csapadék azért rengeteg volt. De olyanok, mint ez a málna, vagy hát a szamóca, a szabadföldön, hát ezt nem lehet víz nélkül elképzelni. Nem az, hogy folyamatosan menjen a víz, mert ugye én nem vagyok berendezkedve ilyen öntöző berendezésekkel, de 2-3 naponként meg kell öntözni. Mert egyébként az a gyökérzet, az pillanatokat elveszíti a vizet, és utána nincs esély. A málna is olyan, hogy senki ilyen gyökerezik, és óriási felülettel elpárolhatja a vizet.